18 évvel ezelőtt döntött úgy Mór Lajos és felesége, hogy az imádott Erdélyt hátrahagyva Magyarországon próbálnak munkát, lakást szerezni. 7 évet kellett várniuk, hogy tervükből valóság legyen. Az Erdélyben elismert, jó körülmények között élő házaspár a gyerekek miatt döntött úgy, hogy új hazát választ. Szerették volna, ha lányuk és fiúk több szabadsággal, több lehetőséggel kezdhetnek ki az életnek. Döntésüket nem bánták meg, csak Erdély hiányzik nekik folyamatosan. Nem könnyű valakinek úgy 45-46 éves korában ott hagyni azt az országot, akarni a hazáját. És aztán tudja, csoda, ide úgy jöttünk olyan, de egyszer véletlenül kerültünk. Simon tornyán tartották a feleségemnek az állást, és már nem tudták tovább. Jött egy hölgy, elfoglalta, és 2 hónap múlva elment Németországba. De ez időközben jöttünk mi ki. Eljöttünk, üres volt a lakás, megnéztem a lakást, lemértem, hazamentem, mondtam feleségemnek, ez van. Így kerültünk Cecére. Ami érdekel, azt az érdekel, és ami nem, az nem is történik meg körülöttem. De ez csak most van 10 éve. Én akkor azt mondtam, hogy én hogy idegeskedjek, hogy mit keresek itt, mi van. Nem. Van egy külön világom, élem az én életemet. Családom, ha vannak haverek, van itt a faluban is egy pár haver. Én reggel 9-től este 12-ig dolgozom. De szombat, vasárnap mindig. Ha véletlenül szombaton vagy vasárnap nem jövök dolgozni, olyan ideges vagyok otthon, a feleségem azt mondja, na menj el egy kicsit. Eljövök, szétnézek, kutyáimmal elbeszélgetek, hazamegyek és megnyugodtam. Azért vannak a kutyáim, és ezek sokkal értelmesebbek, mint sok ember itt az kint az úton. És hogy hűségesebbek, az biztos. Csináltam nekem nagyon tetszett egy lámpát, egy ilyen homorodi tájjal, fenyőfákkal, és körbe a keresztlányomnak csináltam, körbe egy idézet, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási. Ez Tamási tőlünk Székelyudvarhelytől, 15 kilométerre Farkaslakán született, ott van az síremléke, Tamási Áron. Ez egy nagyon érdekes ember volt. Erdély létére kibírta itt a kemény harcokat. Az erdélyi emberek másabbak valahogy. Miben másabb? Miben? Hát abban például, hogy nekünk ott kint sokkal többet kellett bizonyítsunk. Mert hogyha kettő egyforma volt, az egyik magyar volt, a másik román, akkor az természetes, hogy a románt választották. Tehát nem egy fokkal, hanem nagyon sokkal jobban kellett lenni ahhoz, hogy a magyar válasszák. Mikor járt otthon utoljára? 2 hónapja. Nekem szerencsém, hogy az üvegekkel muszáj menjek. Szerencsém. De tulajdonképpen, hogyha itt, lehet, hogyha itt volna olyan üveges, aki meg tudná csinálni, akkor is elmennék oda. Lehet, de idáig nem találtam még. Voltam Ajkán van egy nagyon barátom, üveges. Ő csinálta a fasori evangélikus templomnak az ablakait. Azt tulajdonképpen Falk Miksa tervezte, és utána háború alatt, amik tönkrementek. De olyan gyönyörű ablakokat csinált, hogy azt hiszem, hogy Falk Miksa megdicsérné. Szerintem lehet, hogy szebb, mint a falmisáj. Ez olyan, mint a Gálé típusú üveg. Ezek, amiket mutattam, ez a több rétegű. Ezt 900-as években találta ki egy Gálé nevezett úriember, de viszont most már ott Romániában, Buzau környékén olyan gyönyörű üvegeket készítenek, ezt a Gálé típusú üveget, hogy Gálé szerintem nem tudott olyat csinálni. Gyönyörű. Hát persze, az ott eltelt 100 év. Sajnos, mivel hogy olyan szépeket készítenek és hamisítanak is, most már az eredeti gálérnak sincs értéke. Senki nem meri meg. Most már csinálják a dom fivérek, ugyancsak Nancy-ba, Franciaországba értek. Ők folytatták, hát szinte ugyanabban a korban, mint Gálé. Gálé tulajdonképpen ő úgy kezdte, az apja is bútortervező volt. Gyönyörű, álomszép szecessziós bútorokat tervezett. Úgy kezdte a bútorral Gálé, és utána átkirándult az üvegbe. És az egyik legnagyobb üveges lett. Ez az üveggel, ez furcsa volt, hát tulajdonképpen az én világom ez a fém.
Hát én ott Marosvásárhelyen is úgy mondom, hogy otthon. Én otthonról megyek haza. Marosvásárhelyen is a műtermem az egy olyan volt, hogy a haverek azt mondták, hogy olyan, mint a Noé bárkája. Ott minden volt. Ott volt papagáj, kutya, úgy egy gyönyörű nagy kovaszon volt. De érződött a fémnek az illat, a szaga, nem illata, mert a fémnek nem illata van. A fémnek a szaga. Úgy én már át voltam itatva teljesen ezzel. Én abszolút egy ilyen szimbiózisba értem a fémmel, és élek most is. A lányom mind ette meg az életemet, valami lámpát csinálják neki. És akkor bementem az üveggyárba, ott voltak a barátaim, akit az előbb említettem, ez a kis Miki. Ott volt designer a Marosvásárhelyi üveggyárba. Néztem, milyen érdekes, milyen könnyű csinálni, ez könnyű nézni. Igen, mert ez egy nagyon hálás anyag az üveg, mert olyan könnyen lehet formálni. Persze annak, aki tudja. Mert aki nem tudja, annak nem adja meg magát. Néztem az üveget, akkor hogy megy ez? Formákat megcsináltam. Egy lámpát, jó sikerült. És a kaverek mondták, te nézd meg, hát kinek kombináljuk a fémet az üveggel. Megpróbáltam, mint üveget fújni bele a fémbe, cizellált fémbe. Először csak egy réteg üveget. Úgy voltam, mint könyves kelemen, amit kifújtunk estére, elrepet reggelre. Olyan volt, hogy 20-valamennyi darabot kifújtunk. Mondták nekem a nagy üvegmesterek, agyam már hagyja, nem lesz ebből soha, ezt nem lehet megcsinálni. De aztán végén csak sikerült. Tulajdonképpen egy olyan technológiát kellett itt kidolgozni, hogy az üvegnek a tágulási együtthatója ugyanaz legyen, mint a fémé, vagy legalábbis nagyon közeli. Mert amikor hűl ki, akkor dolgozik. És hogyha egyformán dolgozik, akkor nem tud elrepenni. Aztán megcsináltam, hogy először az egyszínű üvegbe, utána próbáltam ezt a gálé típusú maratott üveget, és aztán szép lassan magától fejlődött. Csak azt tudom megcsinálni most, hogy lemegyek, viszem a fémet, kiveszem az üveggyárat egy napra, az emberekkel együtt, az embereket jól megfizetem, akkor jól dolgoznak, és 6-8 órát keményen dolgozunk. És az alatt kifújjuk, amit viszek. Általában marad mindig, mert mondtam, hogy jó, megfizetem őket, marad idő, 1-2 óra, és akkor 1-2 óra alatt azokat, amiket az előbb ott mutattam, ami nem fémbe van fújva. Azért, hogy ne veszítsem el azt a pénzt, azt az időt. És akkor csináljuk. Habár az nem az én világom. Az én világom tulajdonképpen ez a fém és a fémbe fújt üveg. Ugyanabba a fémformába fújva, és mégis teljesen más formájuk van az üvegnek. Ez attól függ, hogy mennyire meleg az üveg, tehát mennyire képlékeny. Mert hogyha melegebb üveget fúj bele, akkor jobban kidomborodik. És teljesen másképp lehet kidolgozni. Mert a meleg üveg még azt is megcsinálja, hogyha vékony a lemez, a fémlemez, hogy deformálja azt is. Végig tanulok. Végig így van, végig, mindig valamit tanul az ember. Próbálom, megcsinál, nagyon sokat csinál az ember megszokásból, de sokszor véletlenül olyan érdekes dolgok jönnek ki, és akkor, amikor megkérdik azt, hogy ez véletlen, hanem ezt így akartam. Ez a véletlen. Nagyon sok. Itt ebben rengeteg véletlen van. Tulajdonképpen ez a gálé típusú üveg, ez rétegelt üveg. Ez azt jelenti, hogy több rétegű üveg van felvéve. Ez olyan, mint a freskók. A freskóknál felviszik a piros, sárga, zöld, kék szint, és utána addig kaparják, míg a szükséges színt megtalálják. Na, mi nem kaparjuk ezt, hanem kémiai úton maradjuk, flórsavval. Tehát több réteg üveg, kívülről is maradtunk, belülről is maradtunk. Minél több rétegű az üveg, annál több színkombinációt lehet kihozni. Tehát belülről támadva, kívülről támadva. A színkombináció az függ a rétegek sokaságától. Tehát ötvösséggel kezdtem, nem üveggel. Igen. Ez csak olyan 5 éve kirándultam át az üvegbe. Hát Marosvásárhelyen én készítettem a házasságkötőterem várótermébe, a haljába egy ilyen fali díszt, 1 méter 30 centi átmérőjű tál, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy függőleges rulett. Az ajtó nyílásától is, a széláramlattól megindul. És forog. Ellensúlyok vannak rajta, forog, visszajön. Hát én onnan indultam ki, hogy a házasság is valami rulett. Szerencsejáték. Vagy nyer az ember, vagy veszít. Akkor készítettem az új katolikus templomba egy szentségtartót,
az is egy 1,40 m x 1,20 m nagyságban. Vörös réz, sárga réz, alpakka és féldrágakő. Akkor én készítettem a bukaresti kritérium kiadónak a szárnyas lovát, a Pegázuszát. Rengeteg munkám van itt magángyűjteményben. Hát minden darabot kézzel cizellálni, utána belefújni az üveget, utána a legvégén mindenik ezüstözve van, vagy aranyozva. Nagyon nehéz sokat csinálni belőle. És meg is unja az ember. Sose csinálok úgy, hogy egy darabot. Mindig egyszer egy-egy ilyen csapatot, egy ilyen családot. Ez például ezzel az életfával, ez egy ilyen család, ez az életfa, nekem nálam egy olyan visszatérő leitmotívum, ami egy olyan fa, amilyen nem is létezik. Élet. Most például Japánban van több megrendelésem, hát elég sok, egy-két hónapi munka. Mitől függ ezeknek a tárgyaknak az értéke? Na most én olyan nehezet kérdezett tőlem. Függ attól, hogy függ attól, hogy ezt csak én csinálom. Ezt nem csináltam még sorsenki. Függ attól, hogy mekkora, hány rétegű üveg, milyen anyagból van, mert ezt lehet csinálni részből, lehet csinálni ezüstből, lehetne aranyból is csinálni. Annyi ötletem van, de nincs fizikai időm hozzá. Annyi, rengeteg van. Mindig, na most, hogy azt mondtam, hogy a BMW után kész, akkor most lesz időm, most megcsinálom azokat az ötleteimet, amik már mióta tartom, amiket tartogatok. Nincs időm, mert most ennek a japánnak be kell fejezni a munkákat. Az jó 2 hónap. Akkor már a BMW-n kaptam megrendeléseket, amiket mindenki karácsonyra. Olyan, akit érdekelne és aki ezt tudná tovább csinálni, olyat itt még nem találtam. Én már megszoktam ezt a műhelynek a szagát, ahogy mondtam az előbb, és a saját szagomat, és a kutyáim szagát. Úgyhogy azt hiszem nem is tudni kell tűnni más szagokat. Na ez is a korral jár biztos. Thank you.